1000 alá csökkent a kórházban ápoltak száma. Közösségi ház épül az Ózd-Bolyok egyházközség területén. Gyereknapot tartottak ma a város bölcsödéiben. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, de nem csak itt, hanem YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon is találkozhatnak velünk. Jó estét kívánok! A koronavírus itt marad velünk a szakértők szerint. Erről is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök reggel a közrádióban. 448 új fertőzöttet azonosítottak az elmúlt 24 órában, és elhunyt 28 beteg. Nagy eredmény, hogy a kórházban ápoltak száma hosszú idő után csökkent 1000 alá. A megszokottak szerint most is a közrádióban kezdte meg pénteki programját Orbán Viktor. A miniszterelnök többek között a koronavírus járvány jelenlegi állásáról is beszélt. Az államfő azokhoz is szólt, akik nem vették még fel a vakcinát, hiszen a szakemberek szerint a megbetegedés nem fog eltűnni a közeljövőben. Ez egy olyan vírus, ami nem fog elmenni. Tehát ez itt marad. Most ha itt marad, akkor az itt fog keringeni közöttünk. És előbb-utóbb mindenkit meg fog találni. Tehát szerintem sok olyan ember van a 3 millióban, aki azt gondolja, hogy most ha sokakat beoltottak, a járványveszély csökken, lassan el is fog múlni, és miután azt mondják a professzorok, hogy beáll a nyáj immunitás, akkor őt ez a helyzet majd megmenti. Tehát ha nincs beoltva, akkor is megúszhatja. És szerintem, ha igaz, hogy ez a vírus nem megy el, akkor ez egy tévedés. A politikus arról is beszélt, hogy a 2022-es költségvetés is, amelyet hamarosan elfogadnak, teljes egészében a gazdaság újraindításáról szól. Az operatív törzs néhány nap után tartott ismét tájékoztatót. György István, az országos oltási munkacsoport vezetője idézte fel az elmúlt időszak eseményeit. A legfrissebb adatok alapján a mai napig 5.085.642 főt oltottunk be, közülük 3.445.557 fő már a második oltást is megkapta, és az oltás természetesen továbbra is folyamatos. Ezt követően Kis Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese következett. A szakember az 5 millió beoltott után életbe lépő szabályokról beszélt. Többek között a maszkviselés is szóba került, ugyanis az illetékesek szerint ez volt az egyik leghatásosabb a védelmi intézkedések közül a vírus terjedésének visszaszorítása érdekében. Még azokon a helyeken, amelyet védettek és nem védettek egyaránt közösen vehetnek igénybe, továbbra is maszkot kell viselnünk. Ilyen a tömegközlekedési eszköz, a várakozó hely, az üzletben történő vásárlás során, a bevásárlóközpontok területén, illetve az ügyfélfogadási helyszínek. Még egyszer szeretném kiemelni, hogy a védelmi intézkedések lépcsőzetes és fokozatos feloldása a lakosság együttműködésének és türelmének a nagyfokú eredménye. Az aktuális járványügyi számokat dr. Müller Cecília, országos tisztifőorvos ismertette. 448 új fertőzöttet azonosítottak az elmúlt 24 órában, és elhunyt 28 beteg. Összességében elmondható, hogy biztatóak az adatok. Valamennyi járványügyi adatunk javuló tendenciát mutat továbbra is. Kórházainkban lélegeztetés nélkül jelenleg 999 fertőzött betegtársunkat ápolják, gyógyítják, míg 121-en vannak még lélegeztetőgépen. Náluk zajlik a fertőzés súlyosan. A tájékoztató végén elmondták, hogy az operatív törzs legközelebb jövő héten kedden jelentkezik majd friss hírekkel. Addig is mindenkit arra kérnek, hogy a fennmaradó néhány szabályt tartsák be, hogy a járványt vissza tudjuk szorítani. Finisébe érkezett a Bojki főúti okos zebra kiépítése. Ma reggel a területen már megjelentek a kivitelezést végző vállalkozó szakemberei, és megkezdték az utolsó simításokat a rendszerhez kapcsolódóan. Az elmúlt időszakban rengeteg előkészítő munkálat zajlott a területen. Az áramszolgáltató elkészítette a működéshez szükséges hálózatot, a Magyar Közút munkatársai pedig tegnap felfrissítették az útburkolat festését is. Most az aszfaltba fúrták az úgynevezett aktív LED prizmákat. Ez fényforrásként felel majd a gyalogosok láthatóságáért. A járókelők érzékelését pedig szenzorok végzik. A zebra mindkét oldalára 3-3-at helyeztek el, vagyis összesen 6 darabot. A beruházást az önkormányzat és a Generalia Biztonságért Alapítvány közösen finanszírozta. Ózdi egységek segítettek egy bajba jutott külföldi kamionosnak.
Az Ózdi rendőrkapitányság állományának tagjai egy kigyulladt jármű oltásában vettek részt, és a beavatkozás nyomán nem keletkezett nagyobb értékű kár. A helyszínre időközben megérkeztek az Ózdi hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársai is, akik a szükséges további intézkedéseket, úgy mint a gépjármű további hűtése megtették. Az esemény során személyi sérülés nem történt. A bárévei egykori határátkelő hely előtt láttak el kollégáim szolgálatot, amikor is egy külföldi hatósági jelzéssel ellátott kamion sofőrje segítségre hívta őket, ugyanis az egyik bal hátsó kereke kigyulladt. Ekkor kollégáim veszélyt nem ismerve egy porraloltóval megfékezték a tüzet. Útfelújítás zajlott ma a 25-ös főúton. A Magyar Közút Nonprofit ZRT dolgozói tegnap kezdték el a munkálatokat, amely során a sérült kátyús útszakaszon felmarták az aszfalt réteget. Az előkészített területet feltöltötték és elegyengedték a kijavított részeket. Mivel hétvégére a zökkenőmentes közlekedés érdekében nem maradhat felbontva az út, a már előkészített területeket ma befejezték. Legközelebb hétfőn folytatják a kátyúzást. Több helyen már ki is jelölték a problémás területeket. Ma a Vasvárúton zajlott a munka, jövő héten pedig haladnak a Csépányi út felé. Egyelőre azonban még nem tudni, hogy pontosan meddig tartanak majd a munkálatok, így ezen a szakaszon lassabb közlekedésre kell számítani. Közösségi ház épül az Ózd-Bolyok egyházközség területén. A gondolat még pár évvel ezelőtt fogalmazódott meg a hívek fejében. Az épületet a szokásos programok mellett új eseményekkel is szeretnék megtölteni, mint például kisebb koncertek, filmklubok és táncórák szervezésével. A beruházás nagy része közösségi adományokból jött össze. Az Ózd-Bolyok Egyházközség, ahogy a város számos vallási csoportja, folyamatosan nagy energiát fektet a közösség építésére és ápolására. Számos programot és délutáni időtöltést szerveznek meg a hívek és családok számára. Ezek nagy része eddig külső helyszíneken, vagy a Rózsafűzér királyné a templom egyik emeleti helységében volt megtartva. Ezt azonban már kinőtte a gyülekezet. Pár éve egy álom fogalmazódott meg bennük egy közösségi ház kialakítására. Nagyon sokan adományokat adtak erre a célra. Nem csak magánszemélyek, nem csak a templomba járók, meg a templomba járó gyerekek szülei, hanem különböző vállalkozók, a önkormányzattól is sok segítséget kaptunk, és hál' Istennek az idén tavasszal sok-sok utána járás után, mert mindenféle tervet be kellett nyújtani, eljutottunk addig, hogy jelentős támogatást nyújtott a Főegyház megye is. A ház több mint 60 négyzetméter területű lesz, egy nagy térből fog állni, tartalmaz majd egy kis konyhát és mosdókat is. Az építkezés ma is nagy erőkkel zajlott, a munkálatokat egy helyi vállalkozó végzi. Ott jártunkkor éppen a betonszállítmányt várták. A falak felhúzása után az épületet szigetelik is. Szőke Gábor római katolikus plébános elmondta, hogy itt szeretnék majd megtartani a szokásos programjaikat, de emellett új eseményekkel is megtöltenék a közösségi házat. Terveznek kisebb koncerteket, filmklubot, táncórákat is. Itt egy sokkal békésebb, barátságosabb környezetben tudnánk olyan közösségi, családi programokat szervezni, amely azt az igényünket kielégíti, hogy ne csak lélekben, hanem testben is gyarapodjunk. A közösségi ház mellett terveznek egy kisebb teraszrészt, térkővel burkolt udvart és szalonnasütőt is. A közelben pedig egy kisebb hüves területet szeretnének kialakítani, ahol a gyerekek sportolhatnának is. Új felnőtt oktatási képzéseken tettek sikeres vizsgát az Ózdi SC Bródy Imre Technikumban. Két évvel ezelőtt kibővült az intézmény felnőtt oktatási palettája iskolarendszerű, esti tagozatos formában, amelyekre csak érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek. A napokban az első évfolyam emelt szintű szakképesítést szerzett gyógyszertári asszisztens és kisgyermekgondozó nevelő képzésen. A vírushelyzet miatt a szóbeli vizsga elmaradt, a tanulóknak azonban írásban is számot kellett adniuk tudásukról. A gyógyszertári asszisztenseknek egy labort alakítottak ki, ami gyógyszerkészítés és gyógyszertári ügyviteli feladatok végrehajtásából állt. A kisgyermekgondozó nevelő szakképesítést szerző tanulóknak is kellett gyakorlati vizsgát tenni, ami egy berendezett bölcsődei csoportszobában zajlott. A szakirányhoz kapcsolódó oktatási feladatok ellátásában az egyik helyi gyógyszertár és az ógyszegyi szakemberei segítettek. Gyógyszertári asszisztens képzésen 17,
kisgyermekgondozó nevelőn pedig 9 fő végzett. Szeptembertől újraindulnak majd a képzések, amelyekre már most lehet jelentkezni. Ma tartották meg a gyereknapot a Katona József út és az Újvárostéri bölcsödében is. Többek között ugrálóvárral és arcfestéssel készültek az apróságoknak. Az előző évekhez képest rendhagyó módon szervezték az eseményeket, ám az időjárás kedvezően alakult a kinti programok lebonyolításához. Az előző évektől eltérően most nem nyílt keretek között tartották meg a gyereknapot, így a szülők nem lehettek jelen. Tűzoltóautóval és rendőrautóval is szoktak készülni az apróságoknak, amit nagy örömmel szoktak kipróbálni. Ugyan a korlátozások ezt most nem tették lehetővé, de igyekeztek a pedagógusok a Katona József úti bölcsödében minél több programmal készülni a kicsiknek. Hétvégén gyereknap van, vasárnap gyereknap, minden évben, így idén is megrendezi a bölcsöde, mind a két bölcsödénk a gyereknapot, kicsit rendhagyó módon, az elmúlt évben is és idén is, az előző évekhez képest rendhagyó módon, szülők nélkül történik a gyereknap lebonyolítása a vírus helyzetre való tekintettel, de így is próbálunk színes programokkal kedveskedni nekik, hogy élvezzék a mai napot. Ma az önkormányzat ugrálóvárát vették igénybe. Ebben az intézményben 73 gyerek élvezhette a mai programokat, a másik székhelyen pedig 23-an. Ma sok arcfestést csináltunk, csillámtetoválásokat, ugye az ugrálóvárat egész nap élvezhetik a gyerekek, labdázunk, énekelünk, mondókázunk, hogy próbáljuk minél szebbé tenni nekik a mai napot. Bent rajzoltak, sok mozgásos tevékenységet végeztek, és készségfejlesztő játékokat próbáltak ki, amit szülői támogatásból szereztek be. Stábunk ott járt akkor, eperrel kedveskedtek a gyerekeknek. Az újvárostéri bölcsödében is ma zajlottak a programok. Ott pici, kétszemélyes ugrálóvárakkal és mindenféle vidám programokkal készültek a kicsiknek. Díjmentesen lehet megnézni 3 filmet vasárnap a moziban, gyereknap alkalmából. Az ózdi fiataloknak az Olvasó és a CinemaÓSZT közösen a legújabb kicsiknek való alkotásokkal kíván kedveskedni. Délelőtt 10 órától a Trollok, a Világ körül, déltől a Tom és Jerry, és délután 2-től pedig a Kutyák és macskák 3 című mozikat tekinthetik meg az érdeklődők. Korhatár nincs megadva, a maszkviselés nem kötelező a mozi területén, de aki szeretné, az használhatja. Két dolog szükséges a belépéshez. Az egyik az, hogy foglaljanak online a www.cinemaost.hu oldalon, ez teljesen ingyenes, ezért cserébe kapnak majd jegyet a helyszínen, valamint, hogy a gyerekek védettségi igazolványjal rendelkező kísérővel érkezzenek. Jubileumi 25. hegyi futóversenyét rendezi meg az Ózdi Teknőc Diák és Szabadidősport Egyesület most vasárnap. A programra rekordszámú előnevezés érkezett eddig, közel 80-an regisztráltak az ország minden pontjáról. Egyébként ezt bárki megteheti még a helyszínen is. A központ most is a Bíbenvölgy lábánál lesz kialakítva, délelőtt 10 órakor dördül el a rajtpisztoly. A résztvevők az eddigiektől eltérően most csak egy távon tehetik próbára felkészültségüket. 12,4 kilométert kell teljesíteniük. A pályát már bejárták a szervezők többször is. Az útvonal rendbetételében az Ózdi Városüzemeltető Intézmény munkatársai is segítettek. A jó hangulatról hivatásos DJ gondoskodik, valamint csipes időmérés lesz. A rendezvényt sok helyi vállalkozó támogatja, neki köszönhetően bőséges, frissítő állomás várja majd a sportembereket. A főszervező azt mondja, már az egyedi befutóérmek is elkészültek, most már csak az időjárásnak kell kegyeibe fogadnia a futókat. Sokat dolgoztunk azon, hogy ez a verseny létrejöjjön. A problémákról beszélve pedig el kell azt mondani, hogy mint ahogy az egész országban, ugye egy bizonytalanság volt, nagyon sokat gondolkodott rajta a vezetőség, az elnökség, hogy egyáltalán belemegyünk-e kezdeni. Hát 19-re lapot húztunk, hál' Istennek most arra, hogy feloldódtak a lehetőségek, tehát benne volt az is a pakliba, hogy esetleg az elvégzett munka az megint kútba vész, de nem fog, tehát május 30-án most vasárnap a 25. Ózdi hegyi futóverseny megrendezése fog kerülni, jogszerűen, ugye 500 főig most mondja korlátozásmentesen tarthatóak a szabadtéri rendezvények, tehát így minden adott ahhoz, hogy megrendezzük a versenyt. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. 448 új fertőzöttet azonosítottak az elmúlt 24 órában, és elhunyt 28 beteg. Nagy eredmény, hogy a kórházban ápoltak száma hosszú idő után csökkent 1000 alá.
Ózdi egységek segítettek egy bajba jutott külföldi kamionosnak. Az Ózdi rendőrkapitányság állományának tagjai egy kigyulladt jármű oltásában vettek részt. Közösségi ház épül az Ózdbolyok egyházközség területén. Az épületet a szokásos programok mellett új, színes eseményekkel is szeretnék megtölteni. Ma tartották meg a gyereknapot a Katona József úti és az Újvárostéri bölcsődében. Többek között ugrálóvárral és arcfestéssel készültek az apróságoknak. Híreink után lássuk, milyen időjárásra van kilátás holnap. Szombaton a napsütést felváltja a hűvösebb, esős idő. Elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet a nap folyamán 8 és 17 fok között alakul majd. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. A híradót követően a Véleményvezérek című műsort ajánlom figyelmükbe, amelyben ezúttal olcsón előállítható ételekről lesz szó. Holnap és vasárnap a 168 órában a héten történt legfontosabb eseményekkel várjuk Önöket. Vigyázzanak magukra és egymásra, legyen szép estéjük, viszontlátásra!